Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket. Bence Orsolya vagyok, és alapvetően civilben a Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumnak vagyok az iskola pszichológusa. A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetségnek 2002 óta vagyok elnökségi tagja és önkéntese. Igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, engem pedig Halasi Andrásnak hívnak. Civilben az Evangélikus Hittudomány Egyetem harmadéves teológusa vagyok. A MEVIS-ben, hogyha jól emlékszem, 6 éve vagyok tag, és 3 éve segítem az elnökség munkáját különböző módokon. Én először arról szeretnék beszélni, hogy kik is vagyunk mi. A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, engedjék meg, hogy továbbiakban MEVIS-ként emlegessük, 1988-ban alakult Balatonszárszón, azzal a céllal, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház munkáját segítse, annak ifjúsági munkáját megújítsa. És tulajdonképpen nagyon sokáig a tevékenységünk eléggé tág kört ölelt fel. Mindig is a szakcsoportok munkájára támaszkodott, egyes szakcsoportok különböző munkaterületeket öleltek fel. Volt többek között egyháztörténeti szakcsoportunk, amely az 1945 és 90 közötti időszakot próbálta meg feldolgozni, és itt született meg például az Isten embere Túróci Zoltán című kétkötetes munka. De működtetett a MEVIS környezetvédő szakcsoportot is, amely például a Bős-Nagymarosi erőmű kapcsán részt vett a tüntetésekben. Nem is olyan réggel ezelőttig működött a LADIK nevezetű szakcsoportunk, amely azt a célt tűzte ki magának, hogy az ifjúságban növelje a kulturális öntudatot, így koncerteket, előadásokat szerveztek gimnazista fiataloknak nagy részt. Jelentős és nagyjából máig működő szakcsoportunk a Könnyű Zenét Fölelő Társaság, akik kiadtak immár 2 énekfüzetet is, legutóbb az Arándok éneket, de támogattunk ezen szakcsoporton belül evangélikus zenekarokat, így is hirdetve az evangéliumot a fiatalok között. A Szél Rózsa, amely még egy nagyon különleges kezdeményezése volt a MEVIS-nek, 1996-ban Várra, illetve 1998-ban Bodajkon került megrendezésre a MEVIS keretein belül, azzal a céllal, hogy az evangélikus ifjúságnak, illetve nem csak az evangélikus ifjúságnak, hanem az erre fogékony fiataloknak egyfajta fesztivál jellegű, de keresztény közegben maradt programot tudjunk adni. Istennek hála, a Szél Rózsa kinőtte azt a kapacitást, amit a MEVIS rá tudott volna szánni, ezért 2000-től az Országos Egyház ifjúsági osztálya szervezi ezeket a találkozókat. Ha jól emlékszem, a legutóbbin már 3500 fiatal vett részt. Ennyi emberrel a MEVIS keretei sajnos nem tudnak mit kezdeni. Ezért átértékelődött a Szél Rózsán például a MEVIS-nek a helyzete. Mi most azért vagyunk ott, hogy a fogyatékkal élők, mozgássérültek, értelmi sérültek, látássérültek is teljes értékű résztvevői lehessenek a fesztiválnak. Azért vagyunk ott, hogy az akadálymentesítés létrejöhessen, és hogy a Bárka szakcsoport, amely a MEVIS-nek az egyik fő profilja, és amiről Orsi fog majd később beszélni, keretén belül bemutassuk azt, hogy a mozgássérültek igenis teljes értékű tagjai lehetnek a társadalmunknak. Beszéltek az előttem szólók már arról, hogy mennyire jog és mennyire kötelesség Krisztust követni. Én is csatlakozom az előttem szólókhoz abban, hogy a jog az megteremti a kereteket. Egy ifjúsági szervezet részére a jog megadja azt, amit meg kell csinálnunk a törvényi előírások miatt.
hogy a Mevista egy 8 tagú elnökség vezeti, hogy az elnökséget a felügyelőtestület felügyeli, a közgyűlés választja, miket és hogyan kell beadnunk különböző hivataloknak, de ezen felül a keresztényi kötelesség motivál bennünket. Az, hogyha a hit nem cselekszik, akkor halott. És azt hiszem, hogy mindenki, aki a Mevis keretein belül mozog, az valamiért belső indítatásból teszi azt, amit tesz, nem azért, mert bárki erre kötelezni, különösen azért, hiszen mindenki önkéntesnek jön a Mevisbe, senki nem kap semmilyenféle juttatást azért, leszámítva másfél alkalmazottat, akik a adminisztratív munkát segítik. Ezen felül mindenki önkéntes. Látszik ez abból is, hogy az elnökség tagjai közül mindenki részt vesz a táborokban, mint segítő. Tehát nagyon sokrétű munkát végez, akár egy ember is a Mevisen belül. Miből tesszük mindezt? Az még azt hiszem egy fontos kérdés. Egyrészt a Magyarország Evangélikus Egyház, mint fő támogatónk jelen van, illetve egyéb civil adományokból, az 1%-ból, amelyet szintén föl lehet ajánlani a Mevis részére, és eddig jelentős forrásnak számít a mi költségvetésünkben, illetve nagyon sokat pályázunk, nagyon igyekezzük lehívni azokat a költségvetési forrásokat, amiket kiírnak ilyen célra. Pár évvel ezelőtt a Mevisnek volt egy nagy álma, amelyet sikerült megvalósítani. Kemenes Mihályfán, egy kemenesaljai kis faluban, Vas megyében sikerült létrehoznunk egy 30 fős táborhelyet, amely teljesen föl van most már újítva, teljesen akadálymentes, és így alkalmas arra, hogy 30 fő mozgássérültet, vagy bármilyen egyéb csoportot fogadjon. És ezen a ponton átadnám a szót Bence Orsolyának. Köszönöm. Tehát András körvonalakban bemutatta a Mevis tevékenységét, és nagyon fontos, tehát az már nyilván kiderült, hogy a Bárka csoportunk működése teszi ki a Mevis működésének a gerincét, ami egy érdekes folyamatnak a végeredménye, hogy nagyon sok ilyen ifjúsági kezdeményezést, ilyen mozgalmi jellegű tevékenységet, ami a 90-es évek elején megindult a Mevisben, az ugye bekerült a Magyarországi Evangélikus Egyház munkájába. És nekünk igazából a Bárka maradt tevékenységeink körében, ami azt jelenti elsősorban, hogy táborokat szervezünk. Nyaranta van 5 Budapestről szervezett táborunk, egy pécsi és egy győri központú táborunk. Ezek a táborok körülbelül 20 és 40 fő közötti résztvevővel zajlanak, és a fele a táborozóknak mozgássérült, halmozottan sérült, tehát mozgássérült és szellemi fogyatékos vagy szellemi fogyatékos táborozó, a másik fele pedig önkéntes segítők. A mozgássérült és sérült táborozók köre is nagyon vegyes, vannak, akik a tényleg nagyon szomorú körülmények közül országunk eldugott pontjaiból lehangoló szociális intézményekből kerülnek ki, és az egyetlen szociális és közösségi kapcsolódási lehetőségük az a mi táboraink és a mi közösségünk. Vannak ennél persze kellemesebb intézeti helyek is, igazából nekem itt elsősorban az egyházi fenntartású intézmények jutnak eszembe, oda mindig egy picivel kellemesebbe menni, illetve hát vannak mozgássérült emberek, akik családjuk körében élnek, itt is nagyon színes a skála, nyomorúságos körülményektől egészen az majdnem önellátó vagy teljesen önellátó fiatalokig vannak a köreinkben. A segítők, ami tulajdonképpen itt az ifjúsági munkának ezt a missziós részét jelenti, középiskolás felső, tehát ilyen 11-12-es fiataloktól indul, és tulajdonképpen nincsen életkori felső határ. Nagyon sokan, akik ezt elkezdték, akár már
a saját, tehát egyetem elvégzése alatt, aztán ha munka mellett tudják, csinálják, akkor jönnek, és akár családok is visszatérnek a táborainkba kisgyerekeikkel, és így növekszik bele mindig újabb és újabb generáció ebbe a táborozási folyamba. Ez a közösség ilyen értelemben nagyon-nagyon sokszínű, ezt, ami abszolút gazdagít minket. És a táborokon kívül évközben is tartunk egy vagy két tábortalálkozót, minden tábor megszervezi, igyekszünk olyan rendezvényeket tartani, amikor lehetőség nyílik ugye így évközben is találkozni, például egy karácsonyi összejövetelt szoktunk tartani, és jó 10 éve elindult az úgynevezett mozgássérült passió, amikor mozgássérült fiatalok és őket segítő fiatalok adják elő Krisztus szenvedés történetét a nagy hétben. Ez idénre egy kicsit megfáradt, és így egy pihenő évet tartunk, és bízunk abban, hogy jövőre újabb rendülettel tudjuk ezt folytatni. Na, azért tartottam ezt fontosnak, mert egy picit azt hiszem, hogy így, vagy fontosnak így bemutatni a tevékenységünket, mert egy kicsit ez más talán, mint amiről az eddigiekben hallottunk. Tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon direkt szolgálat, nehéz missziói terület. Valóban ez az elköteleződés felé mutat, tehát nehéz, tulajdonképpen nem könnyű megtalálni rá a fiatalokat, de aki megtalálta, az feladatot és célt talál ebben. Ami indít minket, nagyon... Nekem nagyon fontos igei segítség ebben az egészben. Az a Máté evangéliumából, amikor a utolsó ítéletről van szó, és a király jobb keze felől állóknak azt mondja, hogy miért állította őket ide, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. És amikor megkérdezik ezek a jobb kéz felől állók, hogy mikor láthattunk így téged, akkor a király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Tulajdonképpen ez az a belső, tehát számomra ez az a belső kötelesség, vagy kell érzés, amiért ebben a szervezetben, vagy ebben a munkában tevékenykedünk. Igazából az a mi életünkben szerintem az a nagyon érdekes, vagy nehéz, így a 90-es évek, tehát a rendszerváltás után fiatalnak lenni, hogy nem kell külső ellenállással szembe találnunk magunkat, egyedül a belső ellenállásunkkal, a lustaságunkkal, vagy a kényelmünkkel, vagy a saját érdekeink előtérbe helyezésével kell csak idézőjelbe küzdenünk, és ezt leküzdve kell eleget tennünk ezeknek a belső kötelezettségeinknek. Igen, és még két gondolat, hogy nekünk leginkább az adja az erőt, az a körülbelül 200-300 tulajdonképpen vagy fizikailag, vagy érzelmileg közösségre szoruló mozgássérült és sérült ember, akik miatt tulajdonképpen nem tudjuk abba hagyni. Többször volt már akár, tehát ez akár személyes szinten is megnyilvánul, hogy ők segítenek ebben a belső ellenállás legyőzésében, hogyha én nekem nem is fáradt is lennék, vagy nem lenne kedvem, vagy nehéznek érezném, az ő szükségletük mindig tovább lendít abban, hogy de igenis meg tudom csinálni, akár egy személyi segítési helyzetben, de ez nagyon igaz a szervezetünk működésének 21 pár évére is, hogy többször éreztük már azt, hogy akár
humán erőforrás hiánya miatt, akár az anyagi források csökkenése miatt, hogy nem tudjuk tovább csinálni, elfogy az erőnk, abba kéne hagyni, nem nekünk való ez már, és akkor mindig csak arra gondolva, hogy itt van ez a csomó ember, akinek mi fontosak vagyunk, vagy fontos ez a szervezet, ez lendített mindig azon tovább, hogy a nehéz időkön is tulajdonképpen, hogy de ezt csinálni kell. Tulajdonképpen ez az, ami mi vagyunk, ez az, ami a mi szolgálatunk, és ebbe próbáljuk bevonni a fiatalokat, pontosan azért, hogy célt, feladatot találjanak. Amit itt előttünk is említettek, például mi is részt vettünk ebben a 72 óra kompromisszumok nélkül című programban, hogy kapukat nyissunk mindig az ifjúság felé, hogy ebben a szolgálatban is megtalálhassák a helyüket. Igen, köszönöm szépen. Még egy dologról szeretnénk beszélni. Talán a MEVISZ kezdete óta, tehát a 90-es évek elejétől álmodik egy nagyot, hogy létrehoz egy olyan otthont, ahol mozgássérültek és nem mozgássérültek együtt lakhatnak családi környezetben, egymást kiegészítve, egymásnak segítve, és ezzel elősegítve azt, hogy a mozgássérült fiatalok megéljék esetleg azt, amit egész életükben soha nem tapasztalhattak, hogy milyen családi környezetben élni, és segíteni őket arra, hogy lehetőségeikhez és fizikai állapotukhoz képest valamennyire önállóak lehessenek. Ennek az egész elképzelésnek nagy motorja volt Andorka Eszter, aki 2003-ban hunyt el tragikus körülmények között, és 2003-ban lett ez a őróla elnevezett ház, az Esztus ház, folyamatosan napirenden az elnökségi üléseken és a MEVISZ különböző fórumaim. 10 év kellett ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy talán már látjuk a fényt az alagút végén, bár igyekszünk óvatosnak lenni. Jelenleg úgy néz ki, hogy 2013. január 1-ével legalábbis terveink szerint és terveinket Istenre bízva elindulhat a MEVISZ-nek az Esztus háza, ahol jelenlegi tervek és források alapján 3 fő mozgássérültnek és 1 fő bentlakó segítőnek tudjuk biztosítani ezeket az említett körülményeket. Látható, hogy némileg átalakultak az elképzeléseink az elmúlt 20 évben. Jelenleg úgy gondolkodunk, hogy az 1 fő bentlakó segítő azért van bent a sérültekkel, hogy ha szükség van rá, akkor ott legyen, de minél inkább azt próbáljuk meg elősegíteni, hogy az önállóságot valamilyen formában megéljék, elősegíteni azt, hogy munkát találjanak, hogy egyszer majd ők is, ahogyan a társadalom többi tagja saját lakásban lakhasson, saját maga fönn tudja tartani a saját életét. Jelenleg tehát ez előkészítő szakaszban van, az anyagi forrásaink nagyjából megvannak, és kérjük, imádkozzanak azért, hogy ez az elképzelés 13. január 1-jel kézzelfogható valósággá váljon. Köszönjük szépen!